Jó estét kívánok! A Bajnokok Városa mai adásában a futball és a jégkorong kerül terítékre. Kezdjük a focival. Már csak azért is, mert Németh Jánost, a lovasberényből indult kiváló sportvezetőt és edzőt a MÁV előre és a Videoton labdarúgó együtteseinek sikerkovácsát ünnepelték egy legendás estén, mert hogy Németh János a 75. születésnapját ünnepelte barátai, kortársai körében. Vakler Lajos riportja következik erről a legendás összejövetelről. Gratulálok a 75. születésnapodhoz minden székesfehérvári sportkedvelő és minden székesfehérvári nevében. Furcsa ez a dolog, több mint fél évszázad telt el, hogy elkezdted a futballpályákon azt az utat, amely hála Istennek jelenleg is tart. Mesélj egy kicsit a tanulságokról. Hát kérdezem szépen, nagy szeretettel köszönöm, hogy megköszöntöttetek. Hát a tanulságok már olyan 10 évvel ezelőtt kezdődött, hogy a számvetés benne, mert mondjuk sosem gondoltam, hogy lovasberényből indulva, Mávelőrén keresztül videótomba érkezve, meg fogom érni 75-et abból az alkalomból, amelyben most összejöttek régi játékostársak, barátok és egy-két hozzátartozó. Igen, szépen a számvetés az olyan dolog, hogy nem szoktam mindig elszámolni az elmúlt időszak tetteivel. Igyekeztem mindig úgy alakítani a hivatalba is, meg a magánéletembe is a dolgokat, hogy azok hogy általában megfeleljenek a mai elvárásoknak, mert amit magamnak szoktam megfogalmazni. Többé-kevésbé jól sikerültek a tervek, úgyhogy az meg túl teljesítésnek számít, ha már előre elmondhatom, hogy ennél a óriás egyesületnél mozgatlan főelőadóként, labdarúgó edzőként és technikai vezetőként több beosztásban dolgozhattam. Ez minden tekintetben összes kívánságomat, sőt, minden túl teljesítve örülök neki nagyon, és hálás vagyok a sorsnak, hogy ez megadhatott. Ilyen az, mikor legendák találkoznak, kérem szépen. Igen, hát ha mi legendák vagyunk, tehát legendák találkoznak? Igen, köszönöm szépen a játékostársaim, vagy volt játékostársaim nevében is. Hát rohan az idő, azt kell mondjam, mert minthogyha ma történt volna, hogy a Németh Jani bácsinak a 70. születésnapját tartottuk, és immár én is 70 éves lettem, pedig a Janinak a 75. lesz. Hát szerencsére azért egészségben itt vagyunk, és reméljük, hogy a 80-at vagy a 85-öt is így közösen együtt meg tudjuk tartani. Nagy élmény, közös örömök, közös bánatok, de miután egy klubban vagyunk, egy klubnak vagyunk az alkalmazottjai, szerencsére napi kapcsolatban vagyunk, de hát azért jó egy kicsit megállni, megpihenni, és megtartani ezt a majdnem kerek évszámot, és kicsit elnosztalgiázgatni, elbeszélgetni. Régen láttunk, én azt gondolom, hogy hiányzol nekünk, minden legenda hiányzik, a személyes jelenléted viszont most ez emeli a Németh Jani születésnapjának fényét. Milyen gondolatokkal érkeztél, hiszen nagyon jó, amikor legendák találkozhatnak. Hát ez Németh Janinak meg mindig minden 5 évvel ezelőtt volt, a 70. születésnapja, akkor is itt voltunk, és annál akkor is nagyon jól éreztük magunkat, és akkor megfogadtuk, hogyha meghív, akkor ma is. Hát valóban ez úgy van, hogy itt azért a régi legendák, a Mávelőristák és meg a Videótonok is így találkoznak. És ez nagyon jó érzés, hogy itt elbeszélgetünk, a múltról beszélgetünk, akkor eseményekről, bajnokságokról, kiket vertünk meg, kitől kaptuk meg, ki csalt el a meccset, bírót szidunk, tehát mindig elmegy a hangulat. Németh Jani 75, azt hiszem, hogy ez mindennél többet mond. Ráadásul egy olyan időszakban volt vezető, lett vezető, amikor te voltál az elnök. Hát az egyik legfőbb támaszom volt. Nagyon sokat köszönhetek a Janinak, mert tulajdonképpen ő a kontinuitás ebbe a sportszeretbe. Hosszú évtizedek óta itt van a sportszeretnél,
Ma is, hogyha kimegyek, egy ember találok ott a régiek közül, az a Németh Jani, és borzasztó sokat segített, ismerte a szabályzatokat, nagyon nagy ismeretségről volt az MLS-ben. Én emlékszem, amikor, én nem is tudom hány pontot, 33 pontot akartak levonni tőlük, alaptalan egyébként, és akkor a Janival időt, fáradtságot nem kímélve végigjártunk mindenkit, akiknek a döntés a kezéből volt, és fővilágosítottuk őket, hogy miről van itt szó. Szóval aztán meghoztuk a pontokat, maradtak a pontok nálunk, és ő már mesélt az én születésnapom ezt a tévébe, azt hiszem, talán éppen neked, hogy jöttünk hazafelé, és hát most mi elmondhatom. És nagy örömünkbe megálltunk az autószláda mellett Budaörsön, aztán mondom, Janikám, lesz, ami lesz, jogász vagyok, ügyvéd vagyok, de most két sört itt megiszunk, vezetünk, de ez annyira örültünk ennek, hogy bennmaradt így a videót, a rengeteget segített a Jani egyébként. Sok szék kalandunk van, vagy volt, de tehát van olyan is, amit nem osztanék meg, mert az általában ilyen fehér asztalnál történt, és nagyon bulik szoktak kerekedni, főleg lovasberényben. Hát volt olyan, hogy sikerült még a polgármesteri hivatalban is egy kicsit énekelnünk, hozzánk társult a akkori lovasberényi polgármester, úgyhogy nagyon jó hangulat volt, szép időszakokat, szép élményeket raktároztunk el abban az időszakban. Janival 110 éve ismerjük egymást, és hát többször dolgoztunk együtt. A legszebb évünk, a legszebb évünk akkor volt, amikor a szegény Kaszás Gabi volt az edző, és akkor együtt voltunk én a Néru kupán, a Jani volt a technikai vezető, komoly kis túra volt. De hát napi kapcsolatban vagyunk fel. Olyan embert ünneplünk, aki él-hal a futballért, reggeltől estig a pályán van, mindenkivel jóban van, mindenkit meghallgat, mindenkinek segít, úgyhogy nagyon jó ember a Jani. Németh János fogalom ebbe a munkakörbe, amiben volt, van és lesz. Ellenfélként találkoztunk mi hosszú évtizedeken keresztül, de mindig úgy éreztem, hogy mi csapatunkba tartozik. Ez nagyon nagy dolog, mert mindig barátként tisztelt, szeretett bennünket, akárhol voltam én magam is. Aztán találkoztunk két évet, mi eltöltöttünk az akadémián együtt, amikor a Vidi is oda tartozott, úgyhogy nagyon nagy élmény ilyen nagy formátumú, nagy szívű, igazi magyar emberrel találkozni, úgyhogy át is adok neked még itt hirtelen egy ilyen magyar szövetségnek egy olyan kis zászló, tudod, ami nagyon fontos, de még keresgetek, kutatok ezeket a színeket, te nagyon szeretek, úgy tudom, és mivel értékelni kell ugye itt a Jani teljesítményét, hát én a Puskás Öcsi bácsi után szabadon egy 10-est adnék neki. Egy ilyen 10-est. Okay. Isten éltesse Németh Jánost, Isten éltesse a legendákat. No hát, ha már a Vidinél, a Molfehérvár FC-nél tartunk, akkor maradjunk is Sóstó házatáján. Annál is inkább, hiszen hétvégén folytatódnak a labdarúgó NB1 küzdelmei. Joan Carillo együttese Marbellán, Spanyolországban töltött két hetet, évelejétől készültek ott Viniciusék, és ha már a magyar-brazil középhátvédet említettem, most Vinicius felépült nyáron, tavaly nyáron begyűjtött súlyos sérüléséből, és ő is rendelkezésére áll most már Joan Carillónak. Egyéb iránt, aki nem tudná, a Vidi 4 felkészülési mérkőzést játszott Spanyolországban, a svájci másodosztályi Winterthur együttesétől 1-0-ra kaptak ki a Sionnal, amely svájci első osztályú együttes, x-eltek. Aztán két bundesligás csapattal is megmérkőztek, igaz, Bundesliga másodosztályú csapattal, a Bochumtól és a Stuttgarttól is kikaptak. Hát, hogy hogyan értékelik a játékosok az edzőtábort, azt már is megtudhatjuk Viniciustól és Futács Márkótól. Annyi bizonyos, hogy talán az nem újdonság, hogy egy edzőtábor vagy felkészülési mérkőzés esetében nem feltétlenül az eredményesség
az elsőrendű és a legfontosabb. Reméljük az eredmények majd jönnek most szombattól, hiszen van mit javítania a Molfehérvár FC-nek, elég, hogyha csak a hazai mérlegükre gondolunk. No, hát akkor lássuk, hogy Futács Márko és Vinicius Paulo hogyan értékelte az elmúlt időszakot, és hát milyen esélyeket lát a fejlődésre a következő időszakban. Nyilván az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy hogy érzed magad, milyen állapotban vagy, és hát hogy sikerült megítélésed szerint a visszatérésed az edzőtáborban? Nagyon örülök, hogy visszatérhettem. Fél év kihagyás nagyon sok egy futballista számára. Nem volt könnyű időszak, de végre újra pályára léphettem, valamennyi edzőmeccsen játszhattam. Teljes értékű futballistaként kapcsolódhatok be a bajnokságba. Nagyon rossz volt külső szemlélőként nézni a csapatot ősszel, hiszen nem segíthettem. Nagyon várom már, hogy tétmeccsen is pályára lépjek. Ezek szerint nem kell kímélned magad a pályán? Egyáltalán nem kell magam kímélnem, fájdalom nélkül tudok játszani, minden párharcba bátran belemegyek. Amikor sokat hagysz ki a kezdeti edzéseken, kevésbé vagy magabiztos, de ezen a rövid időszakon hamar túlléptem. Az edzőmeccseken szerzett játékpercek révén visszajött az önbizalmam. Mekkora terhelést kaptatok az edzőtáborban? It was hard for me. Nagyon kemény volt a marbellai edzőtábor, ami számomra még nagyobb kihívást jelentett. Körülbelül 10 nap kellett, hogy megszokjam a ritmust, a terhelést, már visszarázódtam. Mi az, amit te személy szerint leszűrtél, mi az, amit leszűrhetünk a felkészülési mérkőzések eredményeiből? Az ugye látszik, bár nyilván van ennél sokkal árnyaltabb a kép, hogy jóval több a kapott gól, mint a szerzett. A fejlődésre és a pozitívumokra kell koncentrálnunk. Az ellenfeleink nagy része nagyobb játékerőt képviselt annál, mint amihez a magyar bajnokságban hozzá vagyunk szokva. Erős csapatokkal mértük össze az erőnket, így lehet fejlődni és olyan tapasztalatokat szerezni, amit itthon nem tudunk. Azt gondolom, hogy fizikálisan mindenki a toppon van, ez egy nagyon fontos tényező. Attól függetlenül, hogy nem nyertünk mérkőzéseket, és esetleg kívülről ez úgy tűnik, hogy nem volt egy sikeres felkészülés, azt gondolom, hogy fontos dolgokat gyakoroltunk, amik fontosak lesznek a szezonban. Sok változás van taktikailag. Azt gondolom, hogy ez a két hét ez elég volt, és még egyszer hangsúlyozom, fizikálisan szerintem mindenki toppon van, és ez egy fontos dolog. Nagyjából 2 hónap telt el Joan Carillo kinevezése óta. Nyilván a felkészülési időszak az egy jó alkalom volt arra, hogy egymásra hangolódjon az új edző és a csapat. Mennyire gyorsan találtatok meg a közös hangot, illetve mennyire változott meg a csapat filozófiája az edzőváltás által? Filozófia az mindenképpen megváltozott, szerintem ez már látszott is az utolsó mérkőzéseken. A közös hangot is megtaláltuk, megegyeztünk mindenben, azt gondolom, hogy a csapat is egyetért, és az edző is egyetért a játékban, amit szeretnénk képviselni. Úgyhogy azon vagyunk, hogy az első bajnokkön ezt megmutassuk, és persze fontos, nagyon fontos, hogy az első pár mérkőzésből hogy megyünk bele, és szerezzünk önbizalmat. Jelen pillanatban elég magabiztos a Ferencváros előnye, te mit vársz a tavasztól? Be lehet-e fogni a zöldeket? Mi az, ami az ősszel hiányzott ahhoz, hogy meglegyen az első, amiben kéne mindenképpen javítani? Támadó focit szeretnénk játszani, nem szeretnénk esélyt adni senkinek, aki hozzánk jön. Otthon nem úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna, és ahogy kellett volna az első fél évben. Ezen szeretnénk változtatni, szeretnénk javítani. Hiszünk abban, hogy a Ferencváros meg tudjuk fogni, és úgy szeretnénk focizni, hogy rajtunk ez ne múljon. Nem lesz könnyű a tavasz szezon rajt, hiszen a Honvédén, akik a legutóbbi meccseiknek elég nagy részét megnyerték, amikor legutóbb találkozott a két csapat, akkor csak a hajrában szerzett góllal sikerült nyerni. Most milyen mérkőzésre számít a szombaton? Teljesen más mérkőzésre számítok. Igazából a bajnokság első mérkőzése. Azt gondolom, hogy ahogy ezt mondtam is, változtattunk mi is. Szerintem ők is változtattak. Úgyhogy mi úgy fogunk belemenni a mérkőzésbe, még egyszer mondom, hogy otthon esélyt se adjunk nekik. A Bajnokok Városa mai adását jégkoronggal folytatjuk, annál is inkább, hiszen a Hidrofehérvár AV19-nél edzőváltás volt.
Ugye meglehetősen katasztrofálisra sikeredett a Magyar Kupa döntője, hiszen a Ferencváros 6-3-ra elpáholta sajnos a Volánt úgy, hogy azon a hétvégén a Volán meglehetősen szélsőséges teljesítményt produkált, hiszen a hullámhegy után sajnos a fináléban aztán a hullámvölgybe került, és meg lehet, sőt, hát olyvá tűnik, hogy ez volt az utolsó csepp a pohárban, úgyhogy Hannu Járvenpé mesternek megköszönte a csapat menedzsmentje a munkát, és Antti Kárhula vette át a Volán irányítását. A Salzburg ellen debütálhat majd a kispadon Antti Kárhula. De hát a legfontosabb persze ez nem a Salzburg elleni alapszakaszbéli utolsó mérkőzés, hanem a középszakasz, amelyben még ki lehet vívni a rájátszásbéli tagságot. Hogy milyenek az esélyei a Volánnak, és egyáltalán milyen reményekkel, célokkal vág neki az új vezetőedző a középszakasznak, az már is kiderül a következő szállításból. Kedden robbant a bomba, miszerint már nem Hannu Järvenpé vezeti az Ebel középszakaszára készülő Hidrofehérvár a V19 együttesét. Helyét eddigi segítője Antti Kárhula vette át, akinek elsődleges feladata, hogy kicsit felrázza a gárdát. Ez a munkánk része. Az öltözőben mind tudjuk, hogy mekkora felelősségünk van a történtekben. Most azt kell közösen kitalálnunk, hogyan lehetünk jobbak és még jobbak, hogy készen álljunk a következő meccsre. 4-5 edzésünk lesz a pénteki mérkőzést követően a középszakasz előtt. Elbeszélgettünk a kapitányokkal, a játékosokkal arról, hogy mit akarunk most, mit akarunk látni a mindennapi munka folyamán. Kis dolgokkal, kis lépésekkel kell haladnunk a cél felé, hogy minél jobban játszunk. Kárhula pedig nem tétlenkedett az elmúlt napokban. Stábjába hívta a Volán egykori játékosát, Artur Luttinent is, aki nem habozott, szinte azonnal igent mondott a felkérésre. 2 évet játszott itt, mindenki tudja, milyen játékos volt, milyen karakter. Azt mondtam neki, hogy nem kell, hogy rögtön elkezdje az edzői munkát, csak legyen itt, legyen a stáb része, mert a srácok értékelni fogják a meglátásait, a véleményét. Abban pedig mindenki egyetértett, hogy ő a legjobb választás erre a feladatra. Már az első telefonbeszélgetésünkkor nagyon feldobódott, mert szeretett itt lenni, és nagyon szeretett volna visszatérni Fehérvárra. Minden nagyon gyorsan és könnyen ment vele. Artur Luttinen 2017 és 2019 között jégkorongozott Székesfehérváron, 89 ebben meccsen 52 pontot szorgoskodott össze. Ezúttal azonban nem pontjaival, sokkal inkább mentalitásával, tapasztalataival kell segítenie a playoffba vágyó Volánt. Valóban minden nagyon gyorsan történt. Amikor megkérdeztek, rögtön mondtam, hogy nagyon érdekes számomra ez a lehetőség, nagy kihívás. A nevem pedig azért került elő, mert ismerem a játékosokat, szóval gyorsabban működtem a tanulási folyamat. Remélem, hogy tudok segíteni a srácoknak, ezáltal pedig a csapatnak. Ahogy Antti Kárhula is elmondta, egyelőre nem kell edzést vezényelni Luttinennek, de hasznos tagja lehet a stábnak, főleg a fiatalabb játékosoknak jelenthet komoly támaszt. Igen, Antti mondta, hogy nem kell rögtön edzést tartanom, a játékosként szerzett tapasztalataimra van szükség. Abban a 2 évben is, amikor itt játszottam, próbáltam segíteni a fiataloknak, most is ez a célom. Segítenem kell abban, hogy miként játszanak, hogyan dolgozzanak, és most erre több időm is lesz, hiszen már nem játszom. Természetesen pozitív energiát adni mindig komoly feladat, de most ezen kell változtatnunk, és fontos lenne, hogy jó rajtot vegyenek a srácok az új stábbal, és ezt tudják tovább vinni. A részben új szakmai stábra pénteken vár az első feladat, nem is akármilyen, az EBL alapszakaszának záró körében a liga egyik legjobbját, a Red Bull Salzburgot fogadja a Hidrofehérvár a V19. A jövő héten pedig már a középszakasz küzdelmei is megkezdődnek. Kicsit beszéltünk edzés előtt erről, hogy ki kéne együtt jöjjünk a gödörből, úgymond, mert szerintem abba vagyunk, és szerintem látszott már a mai edzésen is, hogy mindenki másképp állt hozzá, és próbáltuk jól érezni magunkat a jégen. Szerintem minden meccsre úgy kell beleállnunk, hogy ez az utolsó meccsünk, és minden egyes, egy-egyes párazba úgy álljunk bele, hogy ezt ma akarjuk nyerni, és ha minden meccsen ezt tesszük, akkor szerintem meg lehet ez a folytonosság. Persze, úgy is fogunk kimenni, hogy meg akarjuk nyerni ezt a meccset, mert önbizalmat fog adni nekünk a középszakaszba, és középszakaszba is minél több meccset akarunk megnyerni. Tudjuk, hogy vannak jó játékosok, nagyon technikás játékosok. A védekező harmadba kell elsősorban nagyon odafigyelni, és ha lesznek helyzeteink, azokat be kell lőnünk.
és a saját játékunkat kell játszok. Kedves nézőink, ez volt már a Bajnokok Városai. Munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, további szép estét, minden jót, viszontlátásra!